Bár a naptári tél fele még előttünk áll, könnyen lehet, hogy 2020-2021 fordulójának leghidegebb napjain már túl vagyunk. Az időjárás egy enyhébb december után a múlt hét elején lett igazán télies, a hétvégére pedig mínusz 10 fok alatti hőmérsékletet jósoltak. Ennél kicsit enyhébb lett az idő, de a 7-8 fokos mínuszok mostanában így is szokatlannak számítanak. Mindez gyenge havazás, hószállingózás tette teljessé. Az utakon ennek ellenére nem történt fennakadás. Minden reggel hajnal 4 órakor kezdtünk, és mire a város úgymond felébredt, addigra a főközlekedési utakat lesóztuk, és ahogy említettem, jelentős mennyiségű hó nem esett, ezért a egyszer elég volt az utakat lesózni, és az útfelületen lévő lehullott havat a só felolvasztotta. Amikor ilyen mínusz 7, mínusz 8 fok volt reggelente, akkor nehezebben, de aztán utána napközben, ahogy emelkedett a hőmérséklet, akkor kifejtette a só a hatását. Ezeken a felvételeken a Dobozi úton dolgozik a sószóró. A decemberi időjárás nem is, de az elmúlt napok azért alaposan leapasztották a cég sókészletét. Persze, mint az a képeken látszik, van még bőven, de nemrég az utolsó 100 tonnát kezdték meg felhasználni. Bányai György elmondta, megrendelték a következő 100 tonna sót, ez a mennyiség pedig vélhetően elég lesz erre a térre. Egy szezonban 2-300 tonna megy el utakra, sétányokra, kerékpárutakra, gyalogátkelőkre. A nyolcadik nap reggel az, hogy már minden reggel ezzel kezdtünk. Ez alatt az időszak alatt körülbelül egy olyan 60 tonnányi sót szortunk el. És most volt az első, a múlt hét elején az első olyan nap, amikor ki kellett vonuljunk ezen a téli szezon, vagy ebben a téli szezonban. November-december hónap az úgy telt el, hogy nem volt szükség hó- és jégtalanítási munkák végzésére. A következő napokban jelentős enyhülés várható, így a közeljövőben vélhetően nem lesz szükség hasonló munkákra.